növendéke. Jó magam tanítom a tanítását. Viszont Bence. Bonyhádon csak Bencék laknak. Bonyhádiak Bencések. Thank you.
bejutott a felszállott a pálvába. Nekünk május 8-án lesz az első forgalomra, és hogyha ott sikerül, akkor már benne leszünk a tévében. Szeretettel köszöntök mindenkit a harmadik rendezvényünkön. És köszönjük szépen Jánosnak, hogy elfogadta a meghívásunkat. Nagyon örülünk neked. Örülünk mindenki, hogy halljuk a életpályát, a zene szeretetét. És egy kis érdekesség is a fiúknak is, és a ifjúságnak szeretném mondani, hogy Magyarországon az egyik felgyűjtött népzenék száma, hogy ott adunk 200 ezer, és a 80 milliós Németországnak ez a 6 ezer népdal tudtak csak felgyűjteni, és ugye ennek a igazi közvetítése és gyakorlatilag eljutatása minden házhoz Jánosnak köszönhető. Egy az, hogy a 30 éves múltatok, vagy már annál egy 26 éves múltal, és ugye a mostmori pontosan számoma a YouTube szerint a legnézettebb zenék közé tartozik. Tehát így terjesztük, és így visszük a világba ezt a csodálatos zenét, a magyar népzenét, amiben gyakorlatilag a magyarság kódja van, mert ennélkül nem lenne nemzetünk, és nem lenne magyarság tudatunk, hiszen a skótokat már régen megkérdezte volna Anglia, hogyha nem tartották volna meg a skót buda zenéjébe, tehát a népviseletüket. Én nem is szaporítom a szót, átadom Krisztiánnak, az estházigazdájának, és ahogy eddig is megszoktuk, egy kötetlen beszélgetés, egy kérdezés, és Jánosnak az életútját, illetve azt, hogy a zeneszárnyában tudja közvetíteni ezt a szépséget. Erről fogunk beszélgetni. Jó szórakozást kívánok mindenkinek! Kedves hölgyeim és uraim, hát itt vagyunk egy olyan esemény előtt, ami számomra azért nagyon fontos, mert nem tudom hány évvel ezelőtt, fogalmam sincsen, nagyon sokat gondolkodtam ezen, hogy ez pontosan mikor volt. Bartina táncegyüttessel mentünk pápára, és akkor még ilyen fiatalok voltunk, és egy számot mi kísértünk le a pápán az ifjúsági találkozón, és ott hangolgattunk, és még nagyon fogalmunk sem volt arról, hogy melyik végén kell megfogni a hangszert, de mivel hogy gyerekek voltunk, ezért jól mutatott egy fiatal táncegyüttes mellett egy gyerekzenekar, gondolom ez volt a koncepció, mert hogy nem az volt a koncepció, hogy szépen szól a zene. Nos, Edith, ott a cerbőzre tudsz menni anyánát, jó? És hát akkor mi ott hangolgattunk, és a hátul mögött elsékált egy ember hegedűvel, aki nagyon szépen hegedű Gyimesit gyakorolt. Rögtön fölismertük, és így elkezdtünk beszélgetni, hogy ki lesz ez? És azt mondták, hogy nagyobbak, hogy a Csíkjának. A Csíkjának. És nekünk már akkor is nagyon sokat jelentett a Csík János az zenéjük miatt is, ahogy ők akkor muzsikáltak, amit közvetítettek felénk fiatalok felé. Nekünk akkor is nagyon sokat jelentett, amikor még csak a népzenész berkekben ismerték őket. Most teljesen más, amit tőlük hallunk, látunk, illetve nem is teljesen más, de egy új világot teremtettek. És ehhez még egy személyes történetet engedjenek meg, és utána rögtön belevágunk Jani életébe. Szóval, hogy az a lényege ennek a kis személyes történetnek, hogy én állandóan népzenét hallgattam. Az én autómból, az én szobámból, ha kinyitottam az erkély ajtót, akkor a Kemény Marika nénéjék ott sékáltak, és eredeti népzene szólt, amit nehéz hallgatni, ugye, mert én nem olyat hallgattam, ami szép és gyönyörű, hanem azokat a kopott felvételeket, hogy minél hűbben tudjam visszajátszani. És az én húgom állandóan csak becsukta az ajtót, meg elmondta, hogy most már halkíts le, ezt nem lehet elviselni. Amióta létezik, illetve megismertük a Csík zenekart, és elindult a Csík zenekar ezen az úton, amin jár, azóta a húgom is népzenét hallgat. Én azt hiszem, hogy ez a legnagyobb dolog, amit tehetett a Csík zenekar, és tehetünk mi népzenészek, hogy olyan formában juttatjuk el az embereknek a népzenét, ami fogyasztható,
és szerethetők. És akkor mindenki meg fogja ismerni azt a kincset, amit mi birtokolunk. Hát reméljük, hogy akkor most is egy fogyasztható formát, és a Jani személye biztosítja, hogy szerethető formát fogunk kapni ma este. Jó szórakozást kívánok! Éljen Csíkján! Jó estét kívánok, kedves mindjárt! Általánosnak tűnik biztos az a mondat, hogy igazán megtisztelő és hogy te jó. De valóban az embernek a szívét igazán megmelengeti ez a látvány, hogy ilyen sokan eljöttek, és valóban kíváncsiak. Hát Krisztián keresztül, de rám, és annak a zenének köszönhető, hogy most a Krisztián is elmondta a Csík zenekar kapcsán. Én azt hiszem, hogy most, hogy itt vagyok, nekem is egy lehetőség arra, hogy tényleg, amit hallanak tőlem, vagy amit kérdeznek és én válaszolok, igazolja és biztosítsa azt, hogy az a bizalom, amit önök most hoztak a szívükbe, az a megtalálja rendesen a helyét, és meg is maradjon még sokáig. Tehát ezért fogok én itt igyekezni, hogy mindent őszintén pontosan mondjak el, és remélem kedvükkel szolgál. Most itt beszélt a Krisztián, eszembe jutott, hogy tulajdonképpen én kiskunsági emberke vagyok, nekem az a szűkebb hazám. Én Kecskeméten születtem, és tulajdonképpen a nagyszüleim, az anyai nagyszüleim szabadszálláson, ez körülbelül 30 km van Kecskemétől, egy tanyán érte, na ott tudtam én gyerekként, városi gyerekként, meg az, hogy mi is a népről, és mi is az, amikor ők magukat mulattatva, énekelve, szórakoztatva meghallgattam és megismerhettem azt, ami ott az ő kis kincsük volt. Legyen ez disznótól, vagy éppen egy ilyen családi ebédvacsora. Úgyhogy igazándiból mindig az lenne a legkevesebb, ha mondjuk pont ezt a muzsikát idézném meg. De mivel most nincs itt a zenekar, meg nincs itt, arra gondoltam, hogy akkor eléneklek én egy jó kis pásztor szórakoztató dalt, mert azért a kiskohalasi pásztorok azért nem csak a nyáj után bócorogtak, meg hogyha bócorogtak és szomjasak voltak, nem biztos, hogy mindig vizet ittak volna, hanem azért megittek a maguk kis borácskáját. Na aztán, hogy összeültek ott a csárdába, vagy ahogyan bírtak, hát persze, hogy elfogytak azok a borok, ha már kedvük volt, akkor énekeltek is. És néha olyan dolgokat énekeltek, ami valószínű, hogy az élet eredeti pillanataiból adódott, és jókat nevettek ők rajta. Én magam ezt egy halasi gyűjtő, halasi gyűjtő, Szomjas Siffer Györgynek hívták, még az 50-es évek egy ott élő gazdaembert kérdezett meg, mert ha gyűjtött el a dalait. De hát mikor mesélt ez a gazdaember erről a dalról, elmondta, hogy ő is valamikor egy rémüreg pásztort tanulta, tőle is a halasi asztik kocsmába, és bizony, ez egy olyan dal, hogyha hallgatják, nyugodtan ne szégyeljék, hogyha esetleg mosolyra kerekedik az utájuk, mert ez ezzel jár, hogyha jó adom elő. Na de akkor el is mondom én. Hey, előre kezdem el, hogy megértsük a szót, mivel hogy kecelen országos válság volt. Hey, 2 forint 20 krajcár volt a lajpizsebben, mikor a bürgéket behajtottuk kecelre. Szörnyen szép jószág volt, de a szentség érte, haragudott is a Purzsa sógor érte. Ej, de ne lármázzon sógor, oda szólok neki, tám meghibbant kennek a deszekereki. Egy szót se szólt,
Egye ki a fene, ha nem oda vágod a fejem tetejébe. Azt hittem teréfát, eszibe se volt. Hát, én is oda vágtam a horgos mögyfa bunkót. De mikor oda vágtam, akkor néztem nagyon. Már hogy a szegény sógor menten összerogyott. Vagy kilencszer rugdostuk, mégse térült eszre. Úgy köllött a sógor betóni kecerre. Azt kérdi a doktor, hogy mi a fene lehet-e. Mert hogy a szegény sógornak kilógott a nyelve. Csak 8 nap múlva mentem a sógort megnézni, mert hogy akkor kezdett lassan, lassan eszre térni. Jaj, de annyira berúgtam, nem tudtam haza menni, mert hogy az ágyom azon mondta, hogy inni kell csak inni, mert hogy az a drága Isten ágya, még az az ágya basszony azt mondja, hogy inni kell csak inni. No, akkor ígyunk egészségünk. És ez az a kincs, ami is említés is szól, hogy míg a német nyelvterten 5-6 ezer ilyen dalt tudtak összegyűjteni, az magyar nyelvterleten legújabb gondolatok szerint már 250 ezer, úgyhogy igazán gazdagok vagyunk. Tehát olyan kincsel bírunk, amire büszkék lehetünk, és én azt hiszem, hogy az életem, ha már így alakult, mert egyfajta módon jó társágba keveredte, akkor helyes. És ha csak újra kezdhetném, valószínű, hogy így tenném. És mindannyian büszkék lehetnek arra, hogy a magyar kultúra az életünk része lehet, és ez lehet az ételeink, vagy éppen a ruháink, vagy éppen azok a régi szokásaink, amik különbé tesznek sokaknál, akik talán nem is tudnak róla, hogy ugyan sokszor ezek vitatott kérdések, például az, hogy nadrágot hordanak Európában, az lehet, hogy itt nekünk köszönhető a sok próba után. De ez már megint egy vitatott kérdés, de ezen, ez csak egy azért mondtam, hogy nagyon sok minden mást osztunk, és a legszebb dolog az, amit mondtál is, hogy itt ebben a kelt, a szláv nyelvkörnyezetben megőriztük a magyarságunkat. Mindig volt velünk mindenféle ráció, mindenféle nép, mindig megkérdezték, hogy ugye a magyarok vagyunk-e, hiszen annyiféle sejtből állunk össze, de a nyelv és az a fajta zenei kultúra és az a fajta hit, amit mi nem csak a keresztény hitre gondolunk, hanem az életbe vetett hit, önmagunkban, a közösségbe vetett hit, átsegített mindenféle történelmi gondokon, törött, tatár, na hát ilyen, olyan, most vagy ne soroljon, és ami most is van, azt is átvisz minket. Nekem és a zenekaromnak azért nagyon fontos a feladatunk, mert a mostani információ dömpingben, amikor már minden 60-100 csatornáról nézhetjük a tévét, X módon tölthetjük az időnket, tanítassuk és neveljük úgy az embereket, hogy igényesen éljenek, igényesen egyenek, igényesen öltözzenek, legyen jó, legyen egészséges, legyen természetes, és az a produkció, koncert, vagy bármilyen, ami az életükbe azt a kicsi szabad időt elrágozzák, az legyen értékes és legyen hasznos. És a gyerekeiknek is így induljon az életük. Na, a csíkzenekarnak és az én dolgoknak is ez az igazi fontos része. És ezért is tartom fontosnak, hogy eljöttek, és köszönöm a meghívást, mert ezzel is azt igazolják, hogy igenis fontos az önöknek is a szabad idejük, és olyanra akarják őt eltölteni,
amit értékesnek talán, és ha én egy kicsit része vagyok ennek, akkor köszönöm. Nekem is kell egy kész. Alapvetően meg elkezdtél róla beszélni, de én azért egy kicsit még ezt feszegetném ezt a témát, mert engem mindig is érdekelt, hogy ti milyen felelősséget éreztek magatokban meg. Végül is valamilyen szinten van egy felelősség abban, hogy ugye a magyar néphagyományokat éltetitek, és ezt át kell adjátok a fiataloknak. Ezeket így magatok között hogyan irányítjátok, hogyan beszélitek, hogy milyen ezeket az irányokat, amiket most elindultatok, ezeket hogyan rendezitek magatokba, hogy ezeket az értékeket meg tudjátok tartani, amit látunk is a színpadon. Tulajdonképpen ezzel a zenekarral kapcsolatban is úgy érzem, hogy egyfajta szerencsés történet, mert azok, akik ebben a zenekarban, a Csík zenekarban muzsikálnak, 7 különböző ember, 7-féle egzisztenciával. Most elsősorban annak, hogy van, akinek 3 gyereke van, van, akinek kertes ágra, van, akinek emeletes ház, valaki, illetve életkor szempontjából is kicsit másképp. Hát én vagyok a legidősebb, van, aki nálam már 20 évvel is fiatalom. Tehát ilyenre is gondolom, de mégis ez a 7 ember, mint 7-en, mint a gonoszok ember, mégis zenész nyelven maga egy húron pendülnek. És itt a gondolatiságra is gondolok az egy húron pendülésre. Tehát ők épp úgy szeretik a névzenét, és épp úgy szeretik azt a módját, helyesnek tartják, ahogyan ezt átadjuk. Mert ha ez nem lenne meg, aminek persze alapja a kölcsönös tisztelet, akkor nem tudnánk olyan őszinte szívvel, a jó ízzel, hangulattal muzsikálni, hogy ezt a közönség elhiggye és magáévá tudja tenni. És nem tudom, hogy NZO produkciókról van szó, mert nagyon sok előadó csak ott lépett el, vagy bohóckodik, de nem is érdekli, hogy ki a közönsége, csak hogy ő megélje. És azt hiszem, a mi őszinte produkciónk igazolja azt, hogy egyetértünk ebben a dologban. Sokszor voltak a problémák, mint hogy minden jó házasságban is vannak azért ilyen másképp gondolások. Itt is volt, amikor ezzel vagy azzal nem értettünk egyet, hogy küzdelmeket kellett egymással vívni, de hát ez így természetes. A lényeg azért megvan. Mert ugye fiatalon, ahogy mi is a fesztiválokon, a táncosoknak muzsikálhattunk, táncszázakban láthattuk, hogy két fiatal összetalálkozik, és akik nem szeretik egymást. Volt olyan, akik még x év múlva is láttam, hogy ugyanúgy jött, és már gyerekeikkel jöttek. Ott a táncszázban láttam meg a szerelmi kezdetét. Vagy azt is láttam, amikor boldogan táncoltak, akkor van, aki elvesztette a szerelmét, és akkor látta, hogy a táncszázban, hogy borzasztó bánatos volt, és annak kellett tudni muzsikálni. És elénekelhette magyar nyelven a mi dalainkról a régi öregek igazi generációkon át letisztult dalaival a bánatát. Na ez az a kincs, amit úgy éreztük, hogy miért csak egy bizonyos rétegnek jusson. És itt a rétegnél inkább arra gondolok, hogy mi fajta szerintem. Volt, aki réteg műfajnak hívta a népzenét, illetve ugyanúgy, mint a jazz muzsikát, a néptánc dolgait. És mi ezeket az érzéseket épp úgy emberinek, épp úgy magyarnak gondoltuk, épp úgy őszinte, mindegyikre becsülhető, tisztelhető érzésnek tartottuk, és át akartuk adni, hogy éljék át azt a szép érzést, amiket szép népdalon, vagy adnak a pillanatnak, amikor azt eléneklik közösen, akár vagy amikor megtáncoltatja azt a párt, aki neki kedves, legyen az fiú vagy lány. És nem volt más mód. Én egyszer azt javasoltam egyik este a tövérnek, hogy mi lenne, ha blózinzóval muzsikálnánk el egy erdélyi falusi táncdalmat. És akkor először meg milyen a valóság, ki volt, hogy miért. És igazándiból egy jazzzenekart kértünk meg, az a Korfalán című lemezünk, és ez a címadó dal is egy
versnek az első címsora, de csak adódott olyan jazzzenész, aki ezt elvállalt, hogy megpróbálja. És eljátszott autentikusan a jazzzenekar, plusz később swing ritmusba, és izgatottan vártuk, hogy mit mond a folk rendőrség, én most így mondom. De olyan szinten jó visszajelzést kaptunk, természetesen voltak negatívumok is, meg ez nem is volna igaz, ha nem úgy lenne. De olyan szinten, hogy még a Kamara Tánc Fesztivál az a Leegyenszegen is elvitte egy-két fotográf, és ezt adtunk a zenét. Na, ott elindult egy olyan fajta gondolkodás, hogy mi lenne, ha bátran nyúlnánk ez a dologhoz. És a későbbiekben, amikor az egyik zenész fiú, aki megedül és gitározik, Szabó Attilának hívják a zenekarban, ő évekig dolgozott a Kispár és a Bor zenekarban, az alternatív rock, de igazi ilyen zászlós hajóra voltak régen. Elvittem a zenéket is nekik, és meghallgatták, és a Dobosi Andrásnak, a ottani frontembernek nagyon tetszett az egyik dalunk, ez a Én vagyok az, aki nem jó. Betették az ő repertoárjukba is. És akkor jött a válasz, hogy akkor mi lenne, ha mi is játszanak az övékből. De ahogy mondom, egyszer Petőfi Csarnok, ez 2005-ben volt talán. Egy Budapesten Petőfi Csarnokban volt egy koncert, és azt mondta a Lovasev is, hogy itt a koncert közepet állján muzsikáljunk. Boldoztan izgultunk, hogy úristen, itt van 2500-3000 ember, mindenki rajonganak a rockzenéért, vagy az alternatív muzsikák, egy fiatal, mit tudunk szólni a történetünkhez. És meg is hívtunk egy ügyes táncos a Dunami Vészegyetesből. A lényeg az, hogy a közönség jól gondoltam, én szerette a rockzenéért, mert mindig hozott nekik valami újat, valami más alternatív lehetőséget. És ez mi voltunk akkor azon a koncerten. És bizony megszólalt a kalotaszegi, erdélyi kalotaszegi táncmusika, és egy nagyon szép virtuóz férfi tánc. És vége lett, hogy borzasztóan izgultunk, és 2-3 másodperc borzasztó hosszúnak tud lenni. Akkor ott áll az ember, és ül, vagy áll vele szemben az a 2500 ember, és 2-3 másodperc néma csend. És ott azokban a másodpercekben dőlt el ez a fajta történet. Hogy kinyílik az a kapu, mindenki részéről bezárom. És maga a közönség döntött el. Ugyanis az eltelt 3-4 másodperc után egy ilyen egészséges és kitörő üdvivalgás fogadta a dolgot. És utána, amikor az ő zenéjüket, tehát a Kispán és a Borzana egy dalomait játszottuk el a mi hangszereinkkel, tehát nem elektromos hangszereken, egy kicsit másfajta hangzásban, de fölismerték az ő zenéjüket. Na, onnantól kezdve aztán azonnal tudtak azonosulni ezzel a dologgal, és maguk a közönségből jöttek az emberek, mikor kérdezték, hogy mi volt az, amit ők játszottak. Játszottak már ilyet, hogy mi ez? Gyakorlatilag ők inspirálták tovább ezt a dolgot, és a közönség kívánsága volt az, hogy ez újra jöjjön. És az volt a jó a történetben, most egy utólag visszagondolok, és általában a koncerteken a közönségnek mondom, hogy tényleg 10-20-30 évesek voltak, de manapság már a közönségünk nagyon széles. Tehát a nagymamától, a kicsi gyerektől, a 20-tól, a 30-40 évesek, bárki jön, és jó érzi magát. Ugyanígy volt a Sziget Fesztiválon, ahol 10-15 ezer embernek muzsikáltunk, hogy fele nyugat-európai, vagy inkább a kétharmad a fiatalok voltak, de ők is ott. És utána azt kaptuk, hogy végre magyarként Magyarországnak, tehát azt kívántuk, hogy ők ott vannak Magyarországon jelentik magukat, attól a nézzeljét, a kalocsai katonadalok szóltak még az első világháborúban, tehát ilyen dolgok is megszólaltak. És azt hiszem, hogy ez a fajta visszajelzés a közönségtől bátorított minket arra, hogy ezt a dolgot. És igazándiból a közönségnek köszönhetjük
a szakmai közönség elismerését. Most a díjakra is gondolok, mert sose jártak volna utána, hogy mi az, hogy mint már hány méter, ha nem tudják, hogy nem hívják a zenekar. És persze a nagy slágerek, tehát a népszerűséget hozó feldolgozások. De akár a most múlik pontosan, ahogy említetted, abban is például erdélyi északmezőségi szökős tázdalan szólal meg a dallam közepén, és minden koncerten, ha ismeri valaki, ha nem, de inkább manapság ismeri, de mindig valahogy a népzene résznél kezdenek el tapsolni. Valahogy úgy adódik nekik, hogy a szökős alatt kezdenek el tapsolni, és ezért nagyon nagy érzés. Hiszen pont ezért hoztuk össze a dolgot, hogy találkozzanak a népzenével azzal, ami ilyen fontos és jó. Ezt inkább a mikrofon belé. Nem lehet hallani, bocsánat, én elnézést érek. A bogyogósan mondtam. Elnézést kérek, hogyha. Már újra mondani nem tudom a történetet. Hát, ha most mindenkinek. Én akkor segítek tovább kérdésen. Jó. Hogy beszéltél erről, hogy a közönség mennyire igazodtak így a közönség elvárásaihoz, vagy inkább, hogyha nekiültök, azt mondjátok, hogy most csinálunk egy új produkciót, akkor inkább csak a saját, azt, hogy ti mit érettek abba bele, mit szeretnétek beletenni, vagy azon is gondolkodtok, hogy ezt a közönségnek ez általában tetszik, az kevésbé tetszik, mennyire mérlegeltek azon, hogy a közönség majd ezt mennyire fogadja be. Vagy inkább saját érzések, csak arra. Tulajdonképpen egy összetett történet, persze, hogy léteznek azok a fajta tapasztalatok, amik egy adott zeneszám eljátszások, nem olyan magyar eljárt a közönség. Lehet még bennünk is azért elég sok jó ízlés, hogy minőségre való törekvés van, és mi magunk is tudjuk magunkról, hogy hát ez most nem sikerült, úgyhogy nem olyan heten, hétféle szempontból nézik, és hétféle szűrőn megy keresztül egy-egy dallam. Nincs ilyen, hogy előre megfontolt szándékban, na ez lesz a sláger, de most dolog. Nagyon sokan kutatják, vagy már elemzik azt, hogy el lesz egy igazi sláger. Az alap sémáját tudják egy harmóniáknak, hogy milyen sor, milyen harmóniák, és az más sláger. Van ebből sem sem. Mint hogy mindenki mondja, hogy szerelemről szóljon, akkor az kupi sláger. Mi nekünk nincs ilyen előre megfontolt szándék. Való igaz, hogy amikor túlmegy a szűrőnkön, akkor mi más tudnánk adni, mint a mi tudások, vagy ami nekünk tetszik. Hát, nincs ilyen, hogy úgy tudom, hogy Győr Szent Iványon ezt szeretik jobban, valószínűleg ahhoz, hogy éppen Lajos Mizsén Kecskeméten amúgy. Tehát nem, nincs ilyen előre megfontolt szándék. Ez az élet, amit élsz, mennyire munka és mennyire hobbi? Jó a kérdés, mert nagyon sokszor nézem, ahogy sokan a szakmáikban dolgoznak, és annak is megvan a szabályai, hánytól hányi, megfelelő képzettség, tapasztalat, megfelelő elkötelezettség kell, fizikai nehézség, áldozatkészség kell hozzá. Nagyon sokan nem azért teszik a dolgokat, mert hogy az a legkedvesebb foglalkozás, de van, hogy meg kell élni. És szerencsésnek is boldognak kell éreznem magam, hogy én olyasmit tehetek, amihez talán értünk is, amit szeretünk is, és vállaljuk azt, hogy ez milyen nehézségekkel is jár, úgy, mint mindenki más. Most arra gondolok, hogy nekünk milyen nehézség. Vannak olyan fajta soha nem látott műszakok, amikor az utazás, ugye utazunk az ország egyik felére, akkor van, amikor 7-8 óra csak az utazás, 2 vagy koncerten van, vagy 3, és akkor 12-13 óra ér vissza az ember, akkor úgy, ja, és az előfordul egy héten többször is, akár egy napokig.
egymás után, akkor ugye elfárad az ember. És közben napközben intézni kell a dolgát, hogy készüljön a következő dolgokra. Szerintem ilyen folyamatos elfoglaltság, de azt hiszem mindenkinek ez megvan az életében. Az asszonyoknak a házfogó munkától, a bevásárlástól kezdve még ugyanúgy helyet kell állni a munkahelyükön, és ugyanúgy megfelelő jó javaslatokkal, gondolatokkal kell állni a főnöke felé, vagy mint főnök neki előre mutató jó javaslatokat kell kitalálnia. Az biztos, hogy én úgy érzem, hogy ahogy mondtam az elején is, hogy jó munkát választottam. Szeretem csinálni. Milyen volt egy gyerekkor? Volt el, mondtad, hogy Kecskeméte, és hogyan kanyarodtál a népzene felé? Vagy már eleve úgy születtél, hogy népzene? Igazán gyerekként városi gyerek voltam, második emeleten laktam, és nagyon sokszor az életemben emeletes házakban laktam, albérletben, más városokban, katonaként is a második emeletén laktam, ennek a második emeletén. Tehát sokféle helyszín volt, de városi gyerekként nőttem föl. Ahogy említettem, a talján találkoztam a igazi falusi és a paraszti élettel, annak a szépségével. Nagymamám volt egy ilyen csodálatos, ahogy a kenyeret sütöttem, de hogy nekünk lángost készített, vagy az udvart felsöpült, és olyan szép volt, és mai napig is emlékszem el. Meg hogy mindig elmentem, a nagyon jó helyen volt, elmentem a disznóba, mert azonnal megszúrtak a bolháccal. Nem volt probléma. Hogy is mondjam? Apámnak volt egy Matkó pusztán élt, ott a Bugac Kecskemét között van ez. Ott élt az ő szüleivel is. Hát mivel sokan voltak a családok, mindig a legnagyobb gyerek volt, vagy a legnagyobb. Persze, hogy kikerült az állatokhoz, mert a lakásban a kicsi gyerekeknél kellett elférni, úgyhogy volt, mikor az is távol aludt. Az egének meg is fájt öregkorára a gyerekkori idegtől. Komolyan fontos okozott, de lényeg az, hogy ő azt akarta, hogy a gyerekei képzettek legyenek. Mondta, hogy három dolgot mindenképpen kell tudjál, fiam. Azt mondja, kell ismerd a Bibliát, azt mondja, kell, hogy legyen jogosítványod, meg hogy ismerd a zenét. És akkor ő ezt úgy is tartotta, hogy zeneiskolában járhatott, és persze, hogy focizni, biciklizni, mert mindent szerettem csinálni, csak éppen hegedülni, járni nem. De ez is úgy adódott, hogy persze, hogy gitározni szerettem volna, hogy minden gyerek akkoriban meg hát állandóan így. De már akkor már nem volt annyi gitártanár a zenéskolában, nem volt annyi hangszer, úgyhogy maradt a hegedű. Így lettem hegedűs. És azt hiszem, hogy lehet, hogy gitárosként nem biztos, hogy olyan ügyes lettem volna, vagy ilyen sokra jutottam volna, de hát ezt ki tudja. Lehet, hogy mégis. Mikor és hol találkoztál a népzenével? Tulajdonképpen a nagymamám. Tehát énekeltek, ott borozgattak, disznóvágás végén mulattak, ott mindig volt, aki ügyesebben énekelt, az mondta az újabb dalokat, volt mindig valakinek egy jó dala, nótája. De gyerekként persze, hogy az tetszett, ahogyan a régi balladákat. Ő például a Rózsa Sándor balladáját énekelt, és nekem az egy igazi mese volt, egy ilyen jó történt, és izgalmasabb volt gyerekként, mint egy szép népdal. Ezért Rózsa Sándor balladája volt nekem, ami először olyan igaz élményt adott. Ez a esik eső szép csendesen, csepel. Rózsa Sándor a kocsmában kesel. Kocsmáros nép bort hozzon az asztalra, szebb lányát
állítsa tisztázsán. Édesanyám, strázsa kislány nem leszek, mert amott jönnek a fegyveres vitézek. Rózsa Sándor nem vette ezt tréfára, felkapott a sárga szőrű lovára. Lova, lova, lova viszi messzire, igenyöst a kerek erdő mélyére. Lova lába megbotlott egy gyökérbe, ott fogták el Rózsa Sándor törőt. A lova lába megbotlott egy gyökérbe, ott fogták el Rózsa Sándor törőt. Kitől tanultál, nézem, tanultál? Vagy csak így felvételekről, magadtól? Hál' Istennek azok az igazi jó pesti muzsikusok, akik a Sebő együttessel elindították Magyarország táncszáz mozgalmat, Halmos Bélára gondolom, Sebő Ferencre, Virág Völgyi Mártáról, biztosan. Elindítottak tanfolyamszerű nyári táborokat, meg volt, hogy én mentem oda egyik-másik zenészhez. Akkoriban nem nagyon lehetett még menni Erdélybe, elég ki lehetett meg ugyancsak, az egy nagyon körülményes történet volt, hogy hol alszik olyankor az ember, hova megy. De leginkább az itteniektől, az itteni mesterektől. És persze a régi felvételek, amikhez hozzátartott ki a gömbben. Manapság nagyon ügyes, jó zenészek vannak, talán azért, mert jó a tanárunk, vagy nagyon jó technikai lehetőségek vannak már. A CD kiadványok, a számítógépeknek a programja, amiket lelassítják a felvételeket, akár más hangnembe teszik az adott felvételeket. Nagyon sok segítséget adnak. Akkoriban nekünk nem volt ilyen szalagos magnóval, vagy a felére tudtuk a villanykapcsoló lázni. Szóval felére tudtuk levenni a notáta, ugye. De meg nem volt még számítógép, stb. De a lelkesedés ugyanúgy megvan, mint a mai gyerekekkel, akiknek van. Bencének gratulálok, és majd drukkolni fogok, majd nagyon ügyes fiúcska. Szóval ne velem így kezdődött. Inkább magamtól, ami olyan szempontból nem szerencsés, mert jobb, ha az embernek vannak tanácsadó mesterei, vagy jó vagy stratégiát, tudom, vagy éppen módszert, megfelelő gyakorlatokat mutató segítség. Meg van, aki nagyon gyorsan tanul. Én vagyok az ilyen lassabban tanuló, de úgy vagyok, hogy ami viszont megmarad, az jó, és nekem is kedves, nem különösen annak meg, akiknek átadhatom, akkor jó az életem, mert egy élet már a kevés, hogy ezt a nagy hatalmas kincset megtanuljuk is tovább. Még annó régen nagyon sok legenda járt körülötted. Én nagyon sokszor hallottam vissza azt a történetet, hogy na, Kecskeméten volt egy táncház, hát táncoltunk meg, igen, de amikor megjött a Csík Jani, akkor az asztalról rúgdostuk le poharakat, hogy te egy olyan típusú zenész ember vagy, aki valahol megjelenik, lássuk például itt is, és neki áll énekelni, és mindenkinek kedve támad énekelni. Szóval, hogy te egy ilyen típusú zenész ember vagy, hogy éled meg ezt, hogy végül is te egy magaddal tudod ragadni az embereket? Ez milyen érzés? Ez milyen? Köszönöm, amit mondtál. Valóban jó eset, hogy most itt velem együtt énekeltek. Ezek nem ilyen előre megfontolt szándékuk. Sokszor persze zavarban van az ember, de kell egyfajta önbizalom is hozzá,
nagyon sokan énekelni sem megyünk, még a párunknak sem, vagy nem mesélünk magunkról, tehát van egy kis indokolatlan szerénység is sok szinten. Van, akinek nagyon jól meg kéne tudni jelennie, mint hogy szokták mondani, hogy akár egy munkahely kereséskor, mikor az ember bemegy egy ilyen beszélgetésre, hogy ahogy ő belép az ajtón, akkor jöjjön be a napfény a szobába, tehát egy fény érezzen a... Furcsák ezek a hasonlatok, de az a fajta sajátos, egyedi megjelenés az egy nagyon fontos dolog. Most, hogy így azért idősebb vagyok, én tavaly december 30-án igazán kerek évfordulót ünnepelhettem, ez a fél évszázados történet. Biztos, hogy már nem tudok úgy megjelenni a táncszázba, hogy az asztalokról lekezdjen az üvegpohár. Valóban volt ilyen, hogy olyan szinten éltünk, amit a mai napig nagyon szívesen tanítani. Mert egyszerűen úgy érzem néha, a mai fiatalok nem tudják, tisztelt a kivételnek, de hogy nem tudják, hogyan kell mulatni jó ízzel, megfelelő kultúráltsággal, és igen. Tehát most arra gondolok, hogy annak is megvan a módja, ha valaki az asztal tetejének, hogy mikor és hol, hogyan, tehát ez egy még egy külön kérdés, meddig, és hogy hogyan megy haza, hogyan, mennyit iszik, vagy mit énekel, mit táncol. Szóval azt hiszem, hogy azt is ugyanúgy kéne tanítani. Akinek már megtanult, vagy lehet, hogy itt vannak sokan, akik pontosan tudják, hogy miről beszélek, akkor azok tudják, hogy kitől látta, hogyan látta, és hogyan adná tovább. Sajnos a mai világ, nagyon sokszor így mondják, hogy szürkülnek a világ, szürk a világ, és nagyon sok, minap ült mellettem egy étterembe, egy pár. Jó, hát azért lettem már kíváncsi, hogy mondanak, mert egyébként nem figyeltem volna, mert a férfi, ez egy jó öltözött, egy jó hangorgánummal, egy ilyen, a beszélgetés alapján jó kiállású, de mit tudom, 41-41 éves, ilyen üzletember lehetett, és valószínű, hogy szerette, hogy ott van az a lány. A lány fiatal volt, és értelmes, meg valószínű, hogy abban a szakmában, amiben dolgoztak, biztosan ügyes is. Ő még nem nagyon akarta ezt az ember. Szakmailag jól elbeszélgettünk, de valahol érződött, hogy valami van, illetve hogy nincs. És miközben, hogy beszélgettek, elkezdett a lány arról beszélni, hogy ő nem érti meg azt, hogy egy futballmeccsre, hogy mennek ki egy adott futball csapatért rajongó emberek, és akkor ott szurkolnak a boldogban. Hogy miért? Hogy van az, hogy egy sztárnak, egy most bármit rosszának két héttel előtte már ott áll sorban, hogy megvehesse a jegyeit, vagy hogy egyszerűen hogy ilyen, ő ezt túlzásnak érezte, ezt a lelki ráhangolást, egyfajta rajongást, egyfajta ilyen szenvedélybetegségnek nevezte ezt a dolgot. És én kicsit úgy szomorkodva hallgattam, mert az ilyenek nélkül a lelkünk sokkal szürkébb, sokkal, igenis, rajongjon valaki a futballmeccsen, egy szép színésznőért rajongjunk, ha szépen játszik, legyen élmény az, hogy legyen nekünk valami fontos. És elszűrtülnek is sokszor a fiatalok, nem tudnak úgy lelkesek lenni, mint ahogy régen valaki a csatába ment, azért ment, hitt a becsületben, vagy a családjában, vagy a hazájában, vagy épp a királyban, és nem gondolkodott ezzel, hogy ez kell, hogy nem egyszerűen lelkesedett, hitt benne. Ez ugyanúgy gond, hogy régen volt úttörő, volt kiszta, vagy kisdobost, hogy most biztosan nem jó példa, de hogy valahova tartoztak az emberek, és utána ez eltűnt, és utána nem jött helyette más. Tehát, hogyha most nem akar rajongni valaki egy
rockstar, akkor most miért fog rajongni? Tehát egy űr maradt helyettem. Nem ad, nem adhat helyettem mást. Egyre csak szürkülnek, és igenis kell van ember, aki szereti a virágot, szereti megszabadulni, örül, hogy ott nő a kertjébe, vagy éppen minap egy barátom mesélt, hogy ó, megjelent a tején, és hogy úgy, de szép borjú volt. És amúgy boldogan mondta, hogy öröm volt hallgatni. Tehát ez a fajta szürkülés egy kicsit szomorú, de itt megint visszatérek a zenére, hogy az a zene, amit mi igyekszünk átadni, az talán arról szól, hogy egy kicsit fertítse meg az emberek szívét, kicsit érezzék jól, hogy jól van, hogy ez sem jól a mosoly, ez sem jól, na ezt megtapsolom, hogy vagy csak ülni mozdulatlanul, de ez sem jól ott lenni. Volt így egy az Érjük az, aki nem jó című dal, amit 9 zenekarnak feladózott, meg lemezekkel, meg mindenfélét csináltam, de nagyon sok olyan szép visszajelzést kaptam, hogy miért esett jó neki ezt hallgatni. Volt egy férfi, aki azt talán az SMS-t, nem is tudom, egy e-mail volt a szem. Azt írta, hogy nagyon beteg lett a kisfia, és be kellett vigye a kórházba. És akkor, amikor a kórházba ment az autóba, és ez a dal szólt, hogy én megkezdtem, akkor hazajött, mert mondta, hogy be kell lenni, akkor megint komoly volt, hogy kisfia nincs. Aztán visszament érte, és mondta az orvos, hogy jó, lehet, hogy jó lesz, nem lesz benne semmi, akkor az örömében nem túl sozak. És aztán, amikor kiderült, hogy nem fog tudni többé hazajönni a kisfiú, akkor viszont azért volt neki jó ez a dallam, és nagyon sokan a szerelmüket vesztették, vagy épp az életüket vesztették el. Bármilyen módon most nem a halálra gondolok, hanem az egzisztencia, vagy a házasságot, vagy éppen bármi, és akkor is. Én vagyok az, aki nem jó, a fellegajtót nyitogató, áj, la 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 la, nyitogatom a felleget, sírok alattam meleget, áj, la 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 la. Ifjúságom telik el, azért a szívem hasad el, az anyád ragyogós csillagán. Ifjúság gyöngy koszorú, ki elvesztéd el szomorú, áj, la 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 la. De bolond volnék, ha búsulnék, ha abbónak helyet adnék, áj, la 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 la. Én abbónak útat adok, magam pedig végig járok, áj, la 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 la. Te most két dologra is készülsz a hétvégén. Ugye, ha jól tudom, két nagy dologra is készülsz a hétvégén, holnapinak folyamán is, és vasárnap is készülődik valami. Erről gondolsz nekünk pár szót, hogy mi lesz a holnapi napok programja és a vasárnapi napok programja? Tulajdonképpen a legfontosabb ez a táncház találkozó Budapesten. Ez már 34 éve létezik ez a dolog, és ez tulajdonképpen a mi szakmáknak, úgymond a néptánc, népzene művelőinek és szeretőinek egy olyan fajta seregszemléje, hogy egy évben egy ilyen sportcsarnok Budapesten, ami később leégett, aztán most lett helyett az aréna,
egyfajta mekkává vált a táncosok, a zenészeknek, és óriási nagy ünnepe volt, ott találkozhatott végre, akár ha nem találkoztunk évek óta, akkor is egy ilyen igazi nagy öröm volt, és aki oda bejutott esetleg egy koncertre, vagy egy ilyen másokat meghallgathatott, egy zenészeket, vagy olyan régi öreg táncosokat láthatott, akiknek akikben alkalmas el volt, hogy láthass őket. Igazi nagy öröm ünnepé varázsoltak. Most nekünk az a megtiszteltetés adatot, hogy, hogy ennek a imáról már három napra bővült rendezvénynek a záró gála estén mi muzsikálhatunk. És nagyon sokan kérdőjelekkel negatív vagy pozitív előjelek, kérdőjelekkel vannak a zenekar felé, a táncház találkozó, a hagyományunk ápolása kapcsán, hogy mi tekinthető autentikusnak, mi az, ami kevésbé. Ez mindig egy ilyen vitatott dolog volt, ezért mi ilyenfajta törekvéseink is kérdőjelesek voltak. És nekünk ezért, mert hogy olyan vendégeink jönnek, például egy klasszikus művész Bárcsás Lakatos Robert, aki Felvidéken élne, Nyugat-Európában sokat muzsikál, de nagyon szeretném nézni. De ugyanúgy lesz a már említett Lovasi András is a vendégünk, aki most a Kis Csilla zenekarban frontember, de ő is vitte a lányát táncházba, ő is szereti ezt a műfajt, és ahogy mondtam, a kölcsönös tisztelet alapján ő is örülmagyott lenn. Vagy Rúzsa Magdi lesz ott, akit mindenki ismer. Ő meg délvidéki lány, ő is a énekléssel kezdte egyébként ezt a történetet, ő is ott lesz velünk. És nekünk azt kell ott majd minden erőnkkel bebizonyítani, hogy innen jöttünk, ebből a kultúrából nőttünk ki magunk is. Ez az, amit szépnek tartunk, és ilyen szépen tudjuk, vagy kevésbé szépen, de jó szívvel tudjuk muzsikálni. És azoknak is lehetőséget akarunk adni, ezt megszeretni, akinek esetleg nincs alkalma, hogy nem ismeri ezt a zenét. Ezért ott vannak az alternatív rock, vagy a könnyű műfaj, vagy a klasszikus zene képviselői, illetve táncosok is lesznek. Tehát ilyen szempontból ez egy nagy ünnep lesz, lehet, hogy ez lesz az első és utolsó ilyen nagy koncertünk volt, de ahogyan a magyar zenetörténetben, ezt most másokat idézek, a Síkzenekar elindított egy olyan folyamatot, ami a magyar zenetörténetet valamilyen szinten befolyásolta. Én bízom abban, hogy a táncház mozgalmat szervezők, illetve a magyar népművészet ilyen jellegű műfajt képviselőknek, inkább a szervezőknek is kicsit jobban kinyithatná a szemében. Én úgy vagyok ezzel, hogy lehet az, hogy 20-21 évvel ezelőtt a Sziget Fesztivál, Hajógyári Szigeten, a könyvzenei fesztivál, 20-21 néhány évvel működik, és elképesztő szinten tudott ki erősödni, teljesen megerősödni, mind gazdaságilag, mind egyáltalán a híre miatt, hiszen Közép-Európa egyik legnevesebb könyvzenei fesztiválja. És hogy lehet az, hogy viszont a magyarországi táncszal találkozunk, hogy elképesztő külföldi kapcsolatok alakultak ilyen sok részéről, meg sok utazásban, közel sincs. És miért ne jöhetne egy skót, vagy egy ír, vagy egy görög, vagy egy francia, vagy egy norvég, ott is találkoztunk egy nagyon és énekes a zenészen. Tehát minden lehetne ez arra nemzetközi, és egyfajta módon mindenki, nem csak egy réteg műfaj, mert ezért is lesz nagyon fontos az, amit ott csinálunk, hát ha kinyílik egy ajtó, és akkor láthatják. Ahhoz, hogy bárki sikeres legyen, ahhoz jó döntéseket kell hoznia, és ahhoz, hogy jó döntéseket kell tudjon hozni, információk kellene, és megfelelő segítség és egy bátorság elfogadni, ha valaki nem ért. Bele kell ugrani a vízbe, fejezték, nem is tudjuk milyen még. No, tehát mi is egy ilyet csináltuk, ezért lesz talán egy érdekes. Ez is lehet, hogy egy nézzük, de lehet, hogy csak egy csíkzenek a koncert, ahol mindenki jól érzi magát, és hazamennek, és iszik egy jó szélet. És holnap? Holnap? Ott mire gondolsz most el? Nem holnap lesz a lemez bemutató koncert? Nem, az jövő. Jövő hónap lesz. Igen, az
Itt van ez a lemezke. Azért nem hagyjuk ki a kezem egyébként rendesen, mert volt egy súlyos balesetem 12 évvel ezelőtt, és frontális ütközésem volt egy autóbusszal, úgyhogy később tudtam meg a mentőorvosoktól a életi később, hogy arra kellett éleszteni. Ezt tudtam is, de érdekel, ez is egy érdekes történet, ha lehet elmesélni. Egy koncertünk volt, egy Kecskemét főterén volt az, hogy összehívták a Balagú diákokat minden iskolának, és ilyenkor, amikor egy közös balagú sinatságon, persze, hogy kijön egy mentőautó, mert bárki rosszul, lehessen. Lement a koncert, egy-két számot játszottunk, énekeltünk, és akkor, ahogy ott összepakoltunk, mentem a mentőautó mellett, és ott állt a mentőorvos, és akkor megszólított, hogy jó napot kívánok, és gratulálni szeretném, tényleg nagyon szépen sikerült a műsorosítani. Megköszöntem, hogy szokásosan ad kell, hogy nagyon szépen köszönjük, és jó. És akkor mondja, hogy felzeltette, még azért ahhoz, nagyon szépen énekel ahhoz képest, hogy kétszer kellett újraéleszteni. És megjött a lábam, alig tud, mert le kellett volna üljön, és kiderült, hogy ő volt az az orvos, aki kiszedett az autóból, és megmentette az életemet kétszer. De gyakorlatilag én egy csoda vagyok most itt, én egyáltalán itt beszélhetek. Fémek csavarok vannak bennem egyébként, azért van tudom, a kezem is úgy van megcsinálva, hogy pont a fekvésváltást meg tudjam csinálni hegedűt. Direkt behoztam egy hegedűt, hogy az adtam a kórházba, mindjárt kiigazítom, és akkor így pont annyira működik, hogy össze kellett műteni, hogy ez megtörtént, de... Tehát, hogy 50 éves lettem, ez is egyfajta csoda, és ha már adódott egy ilyen lehetőség, készítettem egy lemez, sok biztatás volt már, és azt mondtam, hogy minek, ja már, tudok én ilyet csinálni, és tényleg annyi lemez jelenik meg, annyiféle előadó, és mindenki nagyon sokat bízik ettől a lemezektől, milyen ismertséget fog kapni meg, hogy mi mindent hozhat, főleg most az internetes világban már CD-re, ezeknek már nincs olyan jelentőség, mint régen, letöltik az emberek is kézben, pendrive-on, nincs olyan jelentősége, de azért nekem az 50 év az egy szép küzdelmes, gyönyörű és néha gyötrelmes 50 év volt, és sokan viszont biztattak arra, hogy Janikám, csináld meg, mikor csinálnád meg, ha nem most. És való igaz, lehet, hogy 5 év múlva már nem tehetném meg, akkor már 53 éves, vagy 55 éves, akkor nem lesz már apropó, lehet, hogy nem is lesz már kedvem hozzá. De olyan bátorítások voltak, például a Presser Gábor, az LGD zenekar, hát ő magyar zenekar, igazi nagy klasszikusa. Ő mondta, hogy szerette, hogy beszélek a koncerteken, és mondta, hogy írjak történeteket, majd a zongorázat alá. És úgy is lett, egy évig győzködött, de például ezen a lemezen is van egy olyan történet, amit én magam írtam, és én meg zongorázik alá, de olyan pillanatok is vannak, hogy mondtam, hogy városi fiú vagyok, és ez így van. Ennek ellenére, hogy a falusi kultúrát szeretem, és én ezt nagyon jónak tartom, egy egészséges életmódnak tartom. Azért jól esik belőle egy kávéházba is inni egy jó kávét, vagy olvasgatni, vagy egy jó bárzongorát hallgatni, főleg egy jó zongoristát hallgatni. No, egy olyan felvétel van, egy idős bárzongorista játszik rajta, akit hallgattam. És persze a verseket is szeretem, és pont egy régi hagyományom munkában, hogy versek a lemezeink címe, például egy Ratko József vers, a lemez címe, ami az Úgy élni, ez a címe. És azért találtam nagyon találónak, mert olyan szépen meg tudta fogalmazni, hogy hogy élünk, miért élünk és milyen jó, hogy élünk néhány verszakban. Ezen a versen csak néhány, tehát egy részlete szólal meg ennek a versnek, de ez is fontos. Elmondja?
Véletlen eltéveztem, mert Radko József úgy él, mint a fák című verset. Úgy él, mint a fák, igen, munkában szüntelen. Termést nevelni, óvni, míg megízesedik. Nem, termést nevelni. Így megézesedik, állni, túlélni öklelő zihant, visszaütve is. Hadd kérjen ennem, mit a szemben. Hát jó, pedig, nehogy elmond csak. Radko József úgy él, mint a fák. Úgy él, mint a fák. Munkában szüntelen. Termést nevelni, bármilyen kicsit, óvni, míg megízesedik. Állni, túlélni öklelő vihart, visszaütve is, és kinőni a bajt. Évről évre újabb rügyekkel, sírmélyig nyúló gyökerekkel, elszántan, évelő reménnyel. Azt hiszem, hogy mindannyian így vagyunk. Tesszük a dolgunkat, akarjuk, hogy az életünk értékes legyen, a gyerekeink fölnőjenek és tovább vigyék azokat a szép dolgokat, amit mi magunk is megélhetünk, vagy szeretünk, ha ők is megéljék. És néha a remény és az életerő az, ami tovább visz magát a nehéz dolgokat. Ezt is fontosnak tartottam, mert az én életemben is, és sokunk életében a legnehezebb pillanatokon is néha a szeretet, vagy egy mosoly, vagy egy kedves kézfogás viszi át az embert. És azzal, hogy én is egy ilyen csoda, hogy itt vagyok, volt, aki azt mondta, hogy lehet, hogy az Úristen akarta, hogy így legyen, hogy van még dolga a Földön. És lehet, hogy azzal igazoltam, hogy a teljes elpusztulásból 10-12 év alatt annyi szépet jót tudtam átadni, ami, vagy élményt, vagy gondolatot, jó érzést tudtam kelteni, ami nagyon sok embernek segíthetett, vagy ha csak jó pillanatot érezhetett, megélhette. Én úgy hiszem, hogy valamilyen szinten azért meg tudja hálálni az ember az ilyenfajta égi áldást, de végig tenni kell. Úgy is mondjam, hogy sokszor az újságírók kérdezik, hogy élem meg azt, hogy ott muzsikálok a Presser Gáborral, vagy Lovas Andrással, vagy Kis Tiborral, a Fimbi zenekarból. Tehát olyan fajta a könnyű zenei nagyságokkal, vagy olyan fajta emberekkel, minap is, hogy a zenekar Kossuth-díjat kapott, volt egy Kossuth-díjas vacsoránk, és egy olyan agykutatóval ülhettem egy az állán, akinek most hagynása olyan főleg, hány ujjam kellene, hogy azokat a díjakkal, ami bírt, ő a bizottságban, aki egyáltalán Kossuth-díjat kapott. Egy olyan fajta agykutató, aki hihetetlen dolgokat mesélt, de előtte való vacsorán pedig a Bartók Vonos négyes Brácsa művészével vacsoráztattam egyet, beszélgettem egyet, aki viszont annó Sydneyben, Ausztráliában az operaházat, amit ismernek ott az öbölben, mikor megnyitották, őket hívták meg a muzsikájának, ez elég nagy dolog. Na, tehát, hogy a teljes semmiből, gyakorlatilag a nullából, most nem csak az élet-halál kérdés, hanem tényleg az ismeretlenségből úgy eljutni ilyen nagyságban, az pszichésen is fel kell tudni dolgozni, meg kell tudni maradni embernek. És az alatt azt értem, hogy nem baj, ha nem álszerény vagy műszerény az ember, hanem valóban szerény. Mert sokkal jobbak az emberi kapcsolataim, hogy én eljátszom, mint egyszer, én vagyok én, hát te ki vagy,
akkor az így nem van igazán szerencsés. És így elisztettem meg a jó barátságainkat is, és azt hiszem, hogy így is fogom csinálni, hogy bármilyen nagy lehetőségei, pénzei, vagy kapcsolatai, vagy bármilyen, azt használják ki az ember, amennyire tudja és tudja bölcsen kezelni, az az ő dolga, de attól még maradhatunk ugyanán hétköznapi emberek, és én így szeretnék maradni, mert így maradnak meg a barátaim, meg azok a szép dolgok, amit én szeretnék megélni. Esetleg, ha valakinek... Jó, ha valakiben beelegekedt egy kérdés, az nyugodtan szóljon bele, mert hogy ne csak én kérdezzek, nyugodtan bárki kérdezhet. De én nekem van még egy kérdésem, hogyha esetleg nem előzve valamit. Mondtad, hogy az életednek voltak nehéz pillanatai, és ezeket mennyire segíti a színpad, a közönség feldolgozni ezeket a dolgokat? Mennyire tárgyalkozol ki az emberek előtt, úgymond a színpadon? Mennyire teszed ki a problémáidat? Takargatod őket, vagy nem? Kimersz nyílni teljesen, ugye? Mert ez egy művész élet, az hozza azt, hogy az ember kitárgyalkozik, és sokszor nem azt kapja, amit most éppen abban a pillanatban kellene. Ezt a színpadon hogy éled meg? Segít-e feldolgozni ezeket a nehéz pillanatokat a színpad? Jó a kérdés, mert biztosan sokan azért is jöttek el ma este is, hogy láttak a színpadon, hogy téli szervítem, hogy hallgattak el. Szeretnének így is látni ember közeli távolságból is egyáltalán, hogy milyen vagyok. Való igaz, hogy a színpadnak megvannak a maga törvényei, maga szabályai, és én a közönségnek a saját elvárásai. Nem nyílok meg annyira, tehát én nem traktálom őket azzal, hogy én most... Tehát addig mentem a színpad, ami muszáj volt a bottal, vagy kellett széket, mert lehet, hogy a jövőben is lesz ilyen, de most egyelőre még nem. Mindig igyekszem úgy, és ez nem hívósági kérdés, nem egy félítés, nem igyekszem úgy tenni a dolgomat, mintha semmi gond nem lenne, hanem az, hogy vagyunk, és a muzsikánk is legyen jó az a pillanat mindenkinek. Van úgy, hogy sokszor eszembe jutott a színpad pillanata, hogy régen gyerekkoromban olvastam a Karl Maynak voltak ezek az indián könyvei, most de a Vinetto meg ezek, és ott írja le, hogy kikötötték a kínzót szülőkhöz, és arcizma se rándult, mikor éppen valamilyen iszonyú fájdalmas dolgot csinálni, és lezzenésten arccal, és óriási csak olvastam, és olvastam, és olvastam. És volt olyan pillanat, hogy a legmosolygósabb, legkedvesebb éneklés közepette, valahogy rosszul léptem, és olyan szinten megfájult a térdem, hogy mesélhetnék, és ugyanúgy mosolyogni kellett, és majd leszakadtam. És akkor eszembe jutott a Vinetto bezzegő. Volt ilyen. És nem traktálhatom a közönséget az agyék. Basszus, kulcsa. Tehát... De persze nem is nagyon... Néha az újságírók belekérdeznek, hogy így a magánélet, vagy nem a magánélet, és azért nem. Van, mikor a Blik magazintól is megkeresnek, és mondom nekik, hogy inkább nem. Sajnos volt olyan, mert volt az egyik szervező, hogy hát Janikám, ha nem adsz riportot, akkor nem tudjuk, hogy mi egyet eladni, meg hát azt nagyon sokan olvassák. Értem én, de mondom, nem azt olvassák, amit én mondom. És akkor, jó, hát el nem tudom, mit van. És volt úgy tényleg, hogy egy mondat, tudom, hogy 8 szóból, és ha 6-ot használunk abban a mondatban, megváltozik az értelme. És én mondtam, de nem arra gondoltam. És amikor ez visszajött, akkor
aki vagy mutatok, már tehet semmit az ember, úgyhogy most már mindig az van, hogy visszakérem, hogy e-mailen küldjék el, és utána adják ki, vagy eleve nem is adok riportot olyan újságíróknak, akik nem is én vagyok, pontosan nem ő maga, vagy éppen a fölösleges közönség, vagy hogy minden fölösleges az olvasó nekik. Én azért nem szeretem őket. Én hiszem, hogy egy újságírónak, és nem tudom miért kapnak olyan díjakat, vagy az Pulitzer, tehát hogy mikor legyenek ezt ki, de hogy én hiszem, hogy az a jó újságíró, aki ha már választott egy témát, vagy egy riportalanyt, akkor egyrészt utána jár, tehát tudja, hogy miről van szó, és ő maga is képes olyan írókészséggel bír, hogyha az az adott riportalany nem biztos, hogy a legjobban tud fogalmazni, vagy éppen a legszebb mondatokat használt, hogy ő egészségesen tudja kijavítani a mondatot, vagy pont úgy zárja, pont igazítsa, az az ő szabadság. És hogyha elolvasom egy cikket, és érzem, hogy erről jött egy adott színészről, vagy egy adott politikus, vagy bármiféle egyfajta jó portré, akkor elgondolkod, hogy ez de jó volt, és ki írta ezt a cikket, és elkezdem keresni ki a neve. De van, ezek általában nem azok, akiknek keresem a nevét, és neked senki sem, és sajnos sokan azt akarják, hogy kiírják a nevüket, de azt nem tudják, hogy miért írják, meg hogyan kell azt elérni. Ez is egyfajta mesterség, és ennek is lehet valaki a mestere, vagy éppen csak a segédmunkás, vagy éppen még a segédmunkás is nagyon jó tud lenni. Még az sem. Hogy is látottam? Én folytatom kérdéssel, hogyha esetleg valaki kívülről szeretne. Zenélne nekünk? Ez nem is kérdés, hanem kérdés. Nálam van egy helyet. Bocsánat, hogy került volna a helyzetben, hogy egy zenei kiégés szélére. Ez azért jó ez a kérdés, mert valóban létezik ez a dolog, hogy általában úgy szokták mondani, sokfélét mondanak, mondok kettő-három ilyen általában azt szokták mondani. Tehát, hogy például azt mondják a férfiakra, hogy 40 éves koráig, ha valaki nem éri el azt az anyagi vagy bármilyen pozíció vagy dolgot, akkor azután már nem nagyon fogja. Mondjuk ebből kivétel volt McDonald's, mert 51 éves korában találtak ezt a szennyis dolgot, de ez egy fontos dolog, ugyanis az a fajta rendület, az alkotókészség, az a fajta tenni akarás, nem biztos, hogy ki elmúlik, csak ezt ilyen vizsgálni szokták, és valóban én is magam is láttam tánckoreográfusoknál figyeltem meg elsősorban, hogy valahol mindig utánozták saját magukat, és nem vették észre, hogy ő már ezt kitalálta egyszer, csak most éppen pirosban nem zöldben, tehát kicsit másképp. És szegény Vivaldi, régi barokkor igazi zeneszerzőjét, zenészét, aki mindig ismeri a Négy Észak című zeneművét, nagyon sokan bántották, hogy mindig ugyanazt írtam, mindig a négy évszakot írtam, egy csak így vagy úgy, tehát hogy mintha nem tudott volna megújulni, vagy nem tudott volna fejlődni. És valóban úgy van, hogy van, mindenkinek van egy adag valamilyen, amit kap az évtől, megjelenéstől, egészség, szellemi készség, akarás, lélek. Mindenkinek van egy adag, van akinek ekkora, van akinek ekkora, van akinek akkor, ahogy nem is tud elmét várni, mit csinálni, és épp ezért meg is bolondul, hogy itt nem sikerül neki. Na most az a pillanat, hogy mikor érkezik el, és ott meg tudja találni az ember, hogy mikor fogyott el, és annyi volt az életében, ami neki az alkotás. Utána már éjjel teszi a dolgát, óvja a gyerekeket, ahogy a versben is volt, hogy megízesednek addig. Tehát, hogy ha azt a pillanatot megtaláljuk, hogy mikor fejezzük be kultúrát, az sok nézőnél, nem nézőnél, ez az egészet, hogy bárki szoktam mondani, sportolok, hogy a kulcsom kell abba hagyni. Tehát van, aki ezt úgy megtalálja, van, aki nem. Én úgy gondolom, hogy ha el is hagyta az ember az 50 éves életkor,
kizárt dolog, hogy nem akarna, hogy nem akarna tenni, vagy nem akarna még sok mindent alkotni, és na, hál' Istennek nagyon sok alkotó, akár építész tervező, akár festeművészre gondolok, vagy éppen fagyi készítő cukrászmesterről. Tehát, hogy mindig tenni akarják a dolgokat, és tegyék is. Kiégés az van. Tehát az létezik. Az, hogy mikor jön rá az ember, hogy most volt, és azután hogyan tudja ezt kezelni, vagy annyira hiú, vagy gyenge önkritikával bír, hogy nem akarja elfogadni, és egyre több sebet okoz magának, mert nem veszi tudomás, hogy már nem annyi, amennyi, és mégis, de hát én vagyok, meg hú, megfogad. És akkor egyre több sebet kap, hogy nem az vagy. Akkor... Tehát jól kell tudni kezelni azt a pillanatot, amikor... De lehet, hogy akkor még csak 72, akkor már nem tudja azt a verset megírni. Mert azért Vörös Sándor is nagyon szép verseket ír még idős korában is, tehát nem korosztályhoz kötném, hanem az, hogy mikor döbben áll valaki, hogy az... Esetleg így... A zene mellett hobbi van. Hát ez a másik nehézség ennek a történetnek, és mindig nagyon irigylem azokat. Hát nagyon irigyeltem például a fúvós fiú, kicsi gyerekei vannak, és fogta magát, és a gyerekekkel Pesten élnek, de egyszer csak fogta magát, és kimentek a repülőtérnek, abba a végében, ahol még oda mehetnek az emberek, tehát nem ilyen zárt, de épp szállnak le a gépbe, tehát a leszálló pályákhoz közel, tehát még nagyon közel van a gép. Olyan élményt éltek meg a gyerekekkel, meg elvittek őket vitolálni, és ez sok mindenre töltött, és nekem nem mindig sikerül az a történet. Jó, hát most már nem fog kiderülni, hogy tudok-e vízis élni, vagy lovagolni, mert a lábam meg mindenem nem engedi, síelni se fogok már. De mondjuk ilyen pillanatokat érdemes megélni ezt. Mert ilyenkor is pihen az ember nekem. Az olvasás van, sajnos most már tévizés is le kell már lassan szokja, mert egyszerűen tudom, hogy mindannyian tévét nézünk, én is, mert valahonnan híreket csak meg kell nézni. De most, hogy én már túl vagyok egy-két évtizede bizonyos dolgokon, már unom a politikusokat és az egész történetet, már az állandó másra szól csak a reklám, és nem bírt végignézni egy műsort, ami esetleg mindjárt jön egy reklám, addig kell kapcsolatban, ott is reklám, hogy valami más kell csinálni, úgyhogy kezdek lesz a nézésre a szabad időre, nem mondom, inkább csak úgy esténként van a hétköznapokban. De... Azt például szerintem, hogy összevásárolok a boltba különböző sajtokat. Camembert, zsíros sajtot, ilyen penészes, de nem ez penészes sajtok, ilyen dió, olajbogyó, alma, és akkor jó vörös bor. Már szeretem a villányi Tiffanede bácsi féle bort. Hát azzal egy óriási történet van, elmondhatom. Na, szóval, hogy ott tartok, hogy a sajtán, és akkor egy jó vörösbor, és akkor tűzök, és aznál arról beszélni. Párommal meg lehet is, és akkor úgy jó. Na, a Tifán Ede bácsi villán, és van neki egy nagyon jó pincészete, régi öreg szakemberő azon a vidéken, és egyszer meghívott minket oda, talán a fián keresztül, aki borász lett, de most már az is van országgyűlési képviselő, még most amúgy lett, ő már kormányságban ott akar segíteni a népeket. Na, elmentünk oda a pincészethez, és muzsikálni egy kicsit az ő valami bornapok volt, én már nem is tudom pontosan. Lényeg az, hogy nagyon sokan összegyűltek, még többen jöttek ott össze, mint amire számított, és borzasztóan hálás volt, és boldog, és mondta utána, hogy bármikor van kedvünk, akkor menjünk. És úgy zsarodott, hogy egyszer csak arra jártunk, és mondtam, hogy hát menjünk el a kis családommal az Ede bácsihoz, és
megérkeztünk, és tényleg nem volt ott senki, és nem nagyon szóltunk nagyon előre. Lényeg az, hogy Cabernet Sauvignont akartam inni, mert azt szeretem nála. És akkor hozott szalámikat, meg különböző ilyen hentes dolgokat, vagy hogy mondjam, ilyen mondja boldogan, hogy kerített húst, és hogy ő csinálta, és ő van. Hallgattam tiszteletben, hát ő egy jó Európa szerte is, meg borászmester, most nem biztos, hogy kíváncsi voltam valamilyen szinten hentes. Megkóstoltam én, de hát, ugye? És akkor nem volt az orsz, de na. És akkor mondom neki, hogy Ede bácsi, nincs véletlen itt a házban, nézze meg a hűtőbe, és aki nincs egy kis sajt, és akkor hogy milyen jó lenne. Eltűnt. És egy hölgy volt ott, aki ott ilyen segédtője volt, vagy valami, nem tudom, valami irodista lehetett, vagy én nem tudom, ott valami segítő. Nagyon kedves lány van, és akkor várunk, nem kerül elő az Ede bácsi. Na, mondom, most megsértődött, biztos megsértődött, hogy nem kell neki a szalámia, vagy minden. És akkor mondja a hölgy, hogy ne aggódjak, nincsen semmi baj, de azt mondja, ő még ilyet nem látott. Miért mondom, mi történt? Azt mondja, hogy hát ő hozzá jártak már a világ legnagyobb királyai, Maharadzsától kezdve az angol király, meg mit tudom, ki kell elkezdett sorolni, meg a miniszterelnök, meg van annyira. De azt mondja, ilyen még nem fordult elő. Miért mondom, mi történt? Azt mondja, az öreg fogta magát, és lement a sarki boltba, és vett egy tehén kamember sajtot, és hozta fel a boltba. Na mondom, ez igen, ezt is megérte. Igen, szóval, hogy a világból, most nem is tudom, honnan jött az előre. A boltban mindig jó előkerül. Ja, a szabad idő milyen. Igen, teljesen. Még egy érdekes történetet, már nekem érdekeset, nem meséljetek. Az első lemezünk, a Boldog Szabadú dal, ez Kosztolányi Dezső versének a címe, és óriási boldogság volt, hogy mi egyáltalán ilyet csinálhatunk. Ez még a 90-es évek elején, 1990-es évek elején, és a lényeg az, hogy 97-ben kihívtak engem Amerikába egy zenekar, hogy én négy zenei együttes, hogy én muzsikáljak velük. És ez úgy nem is van helyen a dolog, csak azért mesélem ezt a történetet, mert hogy nagyon izgatottak voltunk, milyen siker lesz a lemeznek, hogy egyáltalán nekünk van ilyen. És azért mi általában mi szakmában olyan 4-es, erős 4-es, 5-ös alá zenekar volt, mindig voltak nálunk ügyesebbek, meg jobb rímások, meg mindig szemben is van. De így volt, szóval nem is számítottam arra, hogy olyan híresebbek leszünk. Egy ideig nem is lettünk, de Amerika, utazunk a mikrobuszban azzal a zenekarral, és Washingtonban egy ilyen újságíróknak volt egy nagy ház, és annak csináltak valami újságíróknak összevont valamilyen bulicska, ott kellett zenélni, és akkor véget ért a dolog, éjszaka volt már 1-2 óra, mentünk vissza az autópályán egy valahová, most így ezt nem tudom, de a lényeg az, hogy el is tévedtünk, és az a vezető szervező, a sofőr, vagy a kocsit is vezető, úristen, most mit csinálni, nem tudom, valamelyik egy baleset, mert eldugult egy lejjel, vagy imádtam, de nem vétel lekecmeredni a dologról, és na most mit csinálunk, hogy jutunk el valamelyik. Persze, hogy lemerült a rádiótelefon, ez hát ilyen nem fog működni semmi, és akkor mondja az egyik, hogy menjünk vissza egy kicsit, valahol volt itt hátrébb egy ilyen lejáró, és akkor van neki valami ismerőse, nem messze az egyik falukba, és akkor majd ő, és kiderült, hogy ez az ismerős,
Ez egy dél-amerikai, ilyen latin táncos nő, aki egyébként szereti a magyar táncokat, meg a népzenét, de egyébként meg a dél-amerikai latin ritmusok a táncosa. De azt mondja, nincs otthon, de azt szokta mondani, hogy ott a cserép alatt valahogy van a kulcs, és akkor majd bevegyünk, és akkor... Jó, elmentünk az a házhoz, kinyílt az ajtó, bementünk, szomjasak is voltunk, éhesek is voltunk, persze, hogy a hűtőszekrényt nyitottuk ki, először, hogy mi a helyzet. És az is nagyon meglepő volt, hogy egy nagy vilmos kőtte pálinka volt benne. Nagyon nagy literes unikum. Úgyhogy minden szimpatikus volt nekünk a hely. Aztán, amikor azt végre is hajtottuk, oda mentem a hifi toronyhoz, hogy vajon milyen zenéje van ennek a akárkinek. Nem tudtuk ki. És akkor nézem utána ezeket, és a hifi torony előtt lent közvetlenül a mi lemezünk tokja volt ott. És kinyitottam, és nem volt benne a lemez. Tehát úgy volt ott, mint amit most hallgattak még épp az imi. Benne volt a lemez a lemezjátszóban, és azt mondtam magamnak, na Istenem, ezt hívják világhírnek. Ott azért 9000 kilométer, 10.000 kilométert, eltérve az autópályán, ki a fele gondol a Neverincs faluban, óriási unikumok a hűtőben, és ott a lemez. Na ez világhír. Mielőtt muzsikálnánk, nem megjelenik. Szóval, még van egy olyan kérdésem, bár amikor én megírtam e-mailben neked, hogy milyen kérdéseket teszek fel, erre utalóan én mindenről vissza is írtad, amivel én, úgyhogy ezt fel is vezetem egy kicsit ezt a kérdést. Már bizonyítottak és mondtad is, hogy a Blinket említettek, hogy nem adtam interjút, stb. Hogy nem tekinted sztárnak magad. És mégis valamilyen szinten, hát ti vagytok a legismertebb zenekar Magyarországon, a Csík zenekar. Ha most múlik pontosan, ha Szexágon végig még nagyon sok embernek úgy csalok a telefon. Szóval ezt nem lehet elvitatni ezt a kérdést, azért valamilyen szinten sztárok vagytok. Hogy oldjátok meg, hogy ez nem engeditek bele az életetekbe? Tehát, hogy mégiscsak megvégül is tényleg nem sztároljátok úgy magatokat. Tehát nincs meg az a légkör, mondjuk ezek, akik a tévéből kiszabadulnak és koncertednek a május 1-éken Bixik között. Ez nagyon érdekes és jó kérdés, és lehet, hogy az a válasz, amit most mondani fogok, egy kicsit nem plejtka hízőnek fog tűnni. És lehet, hogy ez is egyfajta módon az is, de most egy családi körben vagyunk, talán nem fognak ilyenet gondolni, de meg a többieket sem bántam meg ezekkel a dolgok, amiket mondok, de való igaz, hogy ezt a fajta ismertséget, ezt a fajta elismerést tényleg nem tudja mindenki ugyanúgy kezelni, vagy olyan szinten lehet, hogy én se kezelem, nem tudom, most kívülről magamat, hogy nem. De például volt olyan zenekar, hogy egymás előtt ilyen titkolt, azért egyfajta beképzeltség, vagy egyfajta úgy teszek, mintha nem lenne semmiféle meggyőződésem arról, ki vagyok, de én azért az vagyok nem. Akkor kiment a próbaterem ajtón, vagy itt kiszállt a mikrobusz ajtón, akkor ő az volt. És így egymás közt azért eljátszott fajta színházat, tehát volt ilyen is. És azokkal nagyon nehéz volt elhitelni, hogy nem, mert például az énekes lányunk, vagy asszony, mert három gyerekes édesanyám, miket mondok a lány, hogy Üllőn lakik, ő neki emléktáblát állítottak kint a faluban, az újonnan felépült művelési házban, élő azt mondjuk, hogy ő Kossuth Díjas, tehát vannak ilyen dolgok, voltak itt a díszpolgárá, nem tudom milyen polgárá neveztek.
Tehát, hogy van aki, és ő úgy tett, mintha szerény lenne, tehát ez a mű szerénység, amit én mondtam. Hát nincs, de közben meg, ha valami nem úgy történik, hogy nem meg. És ez volt úgy, hogy vitát is összeadott, úgyhogy volt, hogy elhívtunk egy pszichológust egy zenekai próbára, és elbeszélgetett velünk. És nagyon jó volt azért, mert az ilyen visszafolytott, ki nem mondott dolgokat, és amit egymás előtt azért nem akarták, mert tudták, hogy összevesztek volna, vagy volt is, hogy összevesztek, kimondhatták úgy, mintha valaki másnak mesélték volna el, tehát nem bele a szemébe annak, akivel én beszélt. Tehát nagyon jó kis taktika volt ez a pszichológus történet. Tehát előfordult ilyen is. És van, aki meg nap mint nap ezzel találkozik, és jól esik neki, és egyértelműnek találja, hogy ő az, hiszen hát ő hát ez minimum, hogy ezt ő meg hát hogy ne. És sajnos van egy olyan történet, ami szerintem egy kis boldogtalansággal jár, hogy nem elég, és elégedetlen. Azt szeretném, hogy még több legyen, de hát ezt megérdemli, hát fogjátok, hogy kell. Mint hogy a tavaly a kínai filozófus mondta, hogy a boldogtalanság az maga az elégedetlenség. És bármilyen sikeres, vagy bármilyen gazdag, vagy bármilyen ez meg az, de ha elégedetlen azzal, akkor eleve teljesen mindegy, már eleve boldogtalan. És a kicsi dolgoknak is tud örülni, hogy boldoggá tud lenni az eleve, akkor soha nem lehet tudni, mitől tudunk boldog lenni az életben. Ő még ezt keresi. Tehát van ilyen is, aki ezt a sztárságot jól vagy rosszul kezeli. Persze, hogy találkozunk ennek a jó részével is, amikor ügyeket intéz az ember, vagy bementem ott egy étterembe, és fizetni akartam, és nem kell, mert a vendégünk. Jó. Volt, hogy egy valami hivatalos, egy hivatal, és persze, rendben van. Mikor jön? Hát, 5 perc múlva. Ja, jó. Jó van! Tehát vannak pozitív dolgok, de ezt jól kell tudni kezelni, én legalábbis így vélem. Van, akinek sikerül, van, akinek nem. Van, akinek nem, így van. Van egy év. Ahogyan a szólásmondás mondja, meg igazolást lehetünk arra, hogy minden magyarnak van valahol kötődése, vagy valakinek magyar országkára vagy magyarokkal kötődése. Azt tartjuk, hogy minden normális embernek van valami merinai kötődése is. Ha már a végtárnál tartottam, ezért kérdezem meg, ha jól tudom, a zenekari tag nevet nem tudom, de aki tagolelkülni is szokott, az ő felesége, Szexádi lány, ha minden igaz, és a nagymamája. Az, amit a nagymamája pedig Regina-i. Erre csak igazolást szerettem volna, hogy tényleg így van. X éve nem muzsikáltam, de egyik muzsikáltam, még egyik kapját zene. Valahogy megkísérjék a egyszer muzsikáltam. Még annyit vagy mondjak el, hogy meséltem a kezemet. Nekem mindig kell egy ilyen várpárna, de most sajnos nincs, úgyhogy ilyen buzsikán fogok most muzsikálni, úgyhogy elnézést a gondokért, de ez a helyzet. Erdélyből, Kolokoszegről fog muzsikálni. Ez György falva nevű
településen, és a bogártelkés eszembe jutott. Szóval, hogy a hajnali az bogártelkéről lesz, a csárdás szakora meg akkor György falváról. Fogadják szépen. Thank you.
ügyes volt. Tisztelt hölgyeim és uraim, Csík János. A bizalmat és ezt az egyfajta szeretetet. Legyen ez így még sokáig, és találkozunk. Úgy szoktam mondani, hogy vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Jó egészséget kívánok, és legyen máskor is szerencsénk. És aki úgy gondolja, lehet vásárolni, van egy pár lemez a Jánosnál, hogyha szeretnének. 3000 eurót tettem. Egy hónap múlva találkozunk. A Szalonna, Pál István, ugye az Állami Népi Együttes prímása, a Magyar Köztársaság érdemkeresztjét kapta nem olyan régen, és az édesapja is kitüntetést kapott a Magyar Államtól. Ketten lesznek a vendégeink, április vége fele, az e-mailre már megy az információ, Facebookon kin lesz, hirdetőtáblákon ki lesz, pontos dátumot még sajnos nem tudok mondani, mert eléggé elfoglaltak mind a ketten. Úgyhogy keressük azt, azt a pontot, és időpontot, amikor jönnek, Pál István Szalonna és Pál Lajos. És májusban pedig Grillus Vilmost fogjuk várni közénk. Ő még nem adott biztos választ, annyit kért, hogy egy pár napot kér még, és akkor kiegyezünk időpontban is Grillus Vilmossal. Köszönöm.